Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, rendőrségi körözésekkel, felhívásokkal jelentkezem. A 10. kerületi rendőrkapitányság lopásvétség gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen. A képen látható ismeretlen nő a kerület egyik bevásárlóközpontjában található üzletből különböző árukat tulajdonított el. A nő 20-22 év körül vékony, testalkatú, görnyedt tartású. Kérjük, aki felismeri a bemutatott személyt, hívja a 10. kerületi rendőrkapitányságot. Ismeretlen tettes ellen indítottak eljárás lopás elkövetésének gyanúja miatt a Kazincbarcikai rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. A képen látható férfi eltulajdonított egy nő értékeit. A bemutatott személy 17-22 év körüli, 180 centi magas, vékony testalkatú, brokli feliratú pólót viselt. Kérjük, aki felismeri a férfi tud tartózkodási helyéről, hívja a Kazincbarcikai rendőrkapitányságot. Lopás elkövetésének gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen személy ellen a Budakeszi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. A képen látható ismeretlen férfi egy solymári cég telephelyén egy irodából eltulajdonította a sértett pénztárcáját készpénzzel és bankkártyákkal együtt. Kérjük, aki felismeri a bemutatott szemét vagy információval rendelkezik a bűncselekményről, hívja a képernyőn látható telefonszámon a Budaörsi rendőrkapitányságot. A Hajdonállási rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopásbüntet elkövetésének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki egy helyi műszaki üzletben ellopott egy csiszológépet és orrfűrészt. Kérjük, aki felismeri a képen látható férfiakat, tud tartózkodási helyükről, hívják a képernyőn látható Hajdonállási rendőrkapitányságot. A Moson-Magyaróvári rendőrkapitányság eltűnése miatt indított eljárás Pál Gábor 21 éves Hegyeshalmi lakos ügyében. Pál Gábor lakhelyéről ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a bevezetett intézkedések nem vezettek eredményre. A fiú 180 centi magas, szája alatt piercing van, karján pókerkártya és bohóc figura látható. Kérjük, aki információval rendelkezik nevezett tartózkodási helyéről, hívja a Moson-Magyaróvári rendőrkapitányságot. A győri rendőrkapitányság lopásvétség gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen, akik egy győri drogériából kozmetikai cikkeket tulajdonítottak el. Kérjük, aki felismeri a két nőt, vagy a bűncselekménye kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a győri rendőrkapitányságot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, legyenek a segítségünkre, viszontlátásra!